De a technika úgy látszik, megpróbálom. Híres város az Alföldön Kecskemét. Ott születtem, annak köszön könyerét. A búzáját magyar embő vetötte, kakastélye szép mindeskes ütötte. Nincs én nékem mesterség, nem is kő. Van az én jó keresetöm, jobb se kő. Vót is, van is, lösz is. Kiszöm Istenem, még utas lát pusztába két szömöm. Ó, más fej a nyergős lovam, nem vöttem. Szögénynek én szép szörivel szöröztem. Csillagos a feje, kese a lába, mögereztem. A szél sem ér nyomába, ezen járok, mint kiskirály. Kényösen, borjú szájas ingöm lobog szélösen. Süvegöm a jobb szömömön viselöm, minden ember előtt mög se emelöm. Belenézek a bukaci csárdába. Öszöm, iszom, kedvöm szerint romásra. Ölégséges hitelem maradt nékem, megfizetök, becsületöm, nem sértök. A vármegye emberei pejlovam, csak olyan jól megösmeri, mint magam. Ha érkeznek, nagyot nyerít, rátermök, ha rajt vagyok, tüjetnek már ők elmök. Kedves barátaim, Petőfi Sándornak ezt a nagyon szép, aranyos, ízesen megírt versét azért gondoltam elmondani, mert elég közel áll a színészet magához a repüléshez. Mi annak idején, amikor fiatal ember voltam, és ezt a filmet forgattuk, 1989-ben, akkor voltam én 24 éves, fantasztikus élmény volt Kecskeméten, és Szolnokon dolgoztunk egész nyáron. Gyakorlatilag letelepettünk a két városba, ingáztunk, ott is aludtunk, csodálatos kapcsolatok szövődtek, szerelmek is szövődtek, és nagyon-nagyon sok jó barátunk volt. Nagyon érdekes történetet elmesélek önöknek. Elmentünk a tisztúrakkal a városba, beültünk az étterembe, és egyszer csak fölálltak, ittak egy pohárból ital, majd egyszerre a poharat hátradobták. Hát mi színészek voltunk, még vagyunk is, akik még maradtunk, nem értettük a dolgot, és akkor elmondták a barátaink, hogy aznap az egyik társuk lezuhant. És állítólag így ünneplik meg. Hát mi nagyon megrendültünk ezen a történeten akkor, és hát kicsit a jókedvünk alá fagyott, mert nem gondoltuk. Tudtuk azt, hogy ez nagyon veszélyes dolog, de fantasztikus volt. Hát ugye, akik még élnek az akkori alkotók közül, ha megengedik, fölolvastám a neveket, Huszti Péter, Balázsovics Lajos, Almási Éva, Benkő Peti, Kertész Péter, Koltai Robi, Végvári Tamás, Szersény Gyuszi, Szakács Eszter. Ugye beindult már az évad, most elkezdtük az új szezont. Rosszul mondta Robi, én nem Győrött vagyok már 20 éve, hanem Budapesten a Játékszínben, a Terézkörút 48-ban. Játszom jelenleg 4 darabban, aki arra járt, hogy még esetleg szeretne eljönni, nagyon aranyos előadások vannak, igazán érdemes eljönni. Viszont emlékezzünk meg az elhunytakról is. Szegény kis Pista barátom, aki érdekes módon a történet szerint a földbe csapódott. Egy nagyon érdekes színész sors volt az övé, ő Kaposvárott volt színész, és fiatalon sajnos öngyilkos lett. Nem érdekes, hogy a rendező Mihályfi Imre egy szelíd, szolíd tekintetű, szomorú tekintetű fiatalember volt. A főiskolán, a kollégiumban velem szemben lévő szobában lakott. Nem is nagyon emlékszem 4 év alatt arra, hogy közelebbi barátságba kerültünk volna. Eléggé távol. Nem mondom így utólag, hogy talán érezhető volt ez a tragédia, ami vele történik, de milyen érdekes, hogy a történetben ő az egyetlen, azt hiszem a harmadik részben, aki földbe csapódik, és hát fantasztikus szavakat tanultunk meg, hát ha megengedik, én mai napig is emlékszem ilyenekre, ami számunkra felemelő volt. Indítás, kigurulás, felszállás, a raj irányon, jobbra 20 fok, 1 perc. Repüljön célközelbe, Fesztáv 2, célköz 1, és mutasd neki a hazavezető utat. Ez akkor volt, amikor akkor egy szovjet repülőgép jött, és gyakorlatot tartottak tulajdonképpen, és a Somogyvári Rudi volt a főnöke, az egész, ugye mi főhadnagyok voltunk,
Én akkor forgattam 2 évvel előtte a Szerelmes biciklisták című filmet, azt hiszem az én korosztályom emlékszik rá, ugye a Kálvinóra, Orbán Tibi, Tahitó Laci és én voltunk 4-en a fő szereplők, a többiek. És gondolom, hogy a rendező úgy gondolhatott rám, hogy a Puszti majd a kis Pista jön, akkor érnek, megmutatom. Mert a Szerelmes biciklistákon ugye tekertem, és érdekes módon ebben a filmben én egy biciklis sportoló voltam, aki nagyon szeretett volna repülő lenni, én ő az. Ő a kis Pista, aki Kaposvárot, nagyon-nagyon fiatalon el. De nézzék meg, félelmetesen szép arca van is. Ez, nem tudom, számomra még most is a tekintete. Igen, azt hiszem, éppen én vagyok ott, akit megölel valaki. Jól állt rajtunk az egyenlőben. De hát, ha emlékezzek meg a régiekről, Somogyvári Rudi, hát fantasztikus volt ő is. Neki például, hát most már szereztünk, még menyasszonyt is a forgatás alatt szólni. Aztán Zente Feri bácsi, Budai Pista, Svickila, Rutka Jogottó, Vadászínház igazgató jó volt, és hát Békés Rita, hát csodálatos népsor volt. Na mindegy, szóval rámasztotta ezt a szerepet, aki biciklista voltam, de nem vettek föl engem a repülőre, mint irányítót, hanem én a földön voltam légi irányító. Tehát a radar előtt ültem, és a fiúknak mondtam, hogy mit csináljanak, és mindig cikisztek engem, vagy na mi van biciklista, ugye, mert hát nem számítottak közéjük. Hát nagyon érdekes történetek voltak, és elnézést, ha mutattam önöket, de nekem is tényleg felemelő volt, most bele is néztem az egyik részbe, hogy Robert barátunk ugye telefonált, és hát eljöttünk ide is, és nagyon-nagyon tetszik ez az egész dolog. Kicsit távol áll az én szakmámtól, de félelmetes látni, hogy ennyi ember, akiket micsoda sorsok, életek, és csodálatos, és nagyon szépen köszönöm a meghívást. Mindenkinek jó szépen. Csodálatos munkát végzett az Úr, amikor a madarakat megteremtette, hogy szabadon szállhassanak az égen, de csodálatos teremtménye az ember is, aki repülőgépet csinált, és úgy száll vele, mint a madár. Kevés időt kaptam, ezért lerövidítem a beszédemet, a visszaemlékezést. Az 1950-es években az akkori ellenfeleink, a mai barátaink tökhedien úgy repülgettek keresztbe hosszába hazánkba, biztonságosan, ahogy akartak. Ezért a vezetés úgy döntött akkor, hogy a már Szovjetunióban lévő gépekből a magyar légierőnek is vásárolnak 12 gépet, és erre átképeznek 25